Hozzon létre egy szövegréteget, szöveget a táncolókat ábrázoló kép tetején 24-es mérettel, tánc felirattal. Na most, azt már biztos észrevettétek, mert már használtátok a tánc, illetve a szövegréteget, hogyha kiválasztjátok a szövegeszközt, akkor egyrészt itt kappásból beállíthatjátok, hogy ne kelljen utólag állítgatni, az, hogy milyen betűtípussal, mekkora betűmérettel, milyen betűszínnel akartok dolgozni. Ez a jobbik eset, amikor ügyesen megcsináljátok. Azt is észrevettétek, hogy ha kattintotok, akkor új réteg fog létrejönni, szövegréteg, az mindig külön rétegre kerül, tehát nem neked kell gondoskodnod az új rétegről. Na most, azt viszont még nem árultam el, hogy nem kell megrajzolni a szövegdobozt. Ezek alapértelmezetten az a beállítás, hogy a szövegdoboz rugalmas. Így tehát, akkor, amikor egyet kattintasz, és utána elkezded írni, hogy tánc, akkor a szövegdoboz mérete pont akkora lesz, mint amekkorát a szöveg megkíván. Hát, legyen legalább félkövér. Hogy kell ebből félkövéret csinálni? Nem így, akkor ezek szerint ki kell jelölni a benne lévő betűket. Nem egyszerű. Ezt ugye balegérgomb nyomvatartása mellett, és akkor most csinálok bele félköveret. És azt mondja, hogy a tetején, ez viszont már ugye a mozgatással, au, Ctrl-Z, miért nem azt fogtam, meg nagyon kemény állat, amikor pöttyöt kell fogni, akkor ilyenkor fogom, ránagyítok, és megpróbálom megfogni magát a két pontot, tehát ez a mozgatásnál lesz problémás. Mindig Ctrl-Z-t nyomtam akkor, amikor a rossz réteget mozgattam el, tehát nem megpróbálom visszaigazítani a réteget a helyére, hanem nyomok egy Ctrl-Z-t, és akkor biztosan visszaugrik az elmozgatott réteg.